pozícióba, hogy felvegye ezt a munkadarabot. Egyébként ennek a robotnak a teherbírása maximum 100 g-ot bírál. Szóval ilyen kisebb feladatokra ez tökéletes. És milyen is beérkezik a Hungarocell ebbe a tárolóba, akkor ugye mivel a Hungarocellnek kicsi a súlya, ezért nem kapcsolta be a súlykapcsolót. Igen, soha a súlykapcsolót. De egyébként az lenne a funkció, hogyha a súlykapcsoló bekapcsolódik, akkor már a másik tárolóba fogja pakolni a robot. Tehát ugye érzékeli, hogy megtelt, és akkor úgy. Igen, de ha benyomom, tehát most benyomtam, és akkor úgy indítom újra. Tedd el oda azért, a másik lejjön, és akkor a másikra fogja kapni. Igen, és most már nem abba fogja azt mondani. Mert úgy érzi, igen, ha megtelt volna. Igen. És akkor most már ebbe rakja. Tehát egy ilyen kis mini vezérlő egységgel nagyon bonyolult folyamatot lehet programozni.